A lengyel és a magyar himnuszt hallgatják az egybegyűltek Lengyelország budapesti nagykövetségén. Üdvözlöm Önöket a Lengyel Köztársaság szolnoki konzulátusának megnyitó ünnepségén. A Lengyel Köztársaság szolnoki konzulátusának létrehozásáról a Lengyel Köztársaság külügyminisztere 2022. február 9-i határozatával döntött. Oroszország Ukrajna elleni fegyveres támadása mindenre árnyékot vetett. Az ünnepségünkre is. A szolnoki konzulátus a szegedi, a keszthelyi és a szentendrei után a negyedik ilyen külképviselet lesz Magyarországon. Ez az esemény rendkívül fontos számunkra. Hosszú hónapok óta törekszünk a szolnoki konzulátus létrehozására. Lengyelország külügyminisztere február 11-én nevezte ki tiszteletbeli konzulnak Krisztóf Filipovicot. 1991 óta él Magyarországon, egyszerre lengyel és magyar hazafinak vallja magát. Építési és műszaki vállalkozásai mellett 2005 óta a ceglédi női kosárlabda csapat tulajdonosa. Jó munkát kívánok, Krisztóf! Szolnokváros ott áll melletted, egészen biztos, hogy sikeres lesz a munkád ebben a pozícióban. A tiszteletbeli konzul feladatai közé tartozik például a gazdasági, kulturális, tudományos együttműködések fejlesztése, az illetékességi területén élő lengyel állampolgárok, lengyel származású személyek, valamint a lengyel nemzethez tartozásukat deklaráló személyek közötti kötelékek erősítése. Úgy gondolom, hogy a helyi szintű kapcsolatok is nagyon fontosak lengyelek és magyarok között. Komoly célom, hogy ezeket még tovább fejlesszük, mondta beiktatásán a tiszteletbeli konzul. A Lengyel Köztársaság negyedik magyarországi konzulátusa a Szolnoki megyeházán működik.